A Zenei Napok program sorozata hagyományosan kiállítással kezdődött. Ezúttal két olyan művész alkotásait lehetett megtekinteni, akik egykor a művészeti alapiskola növendékei voltak. Szakálkolcsák Noémi kiállított alkotásait a merész színvilág és a tudatos formavilág jellemzi, míg Réka képei minimalisták és filozofikus gondolatokat ébresztők. Az idei Zenei Napok első fellépője Yuri Blinov zongora művész volt, aki az egész világon koncertezett már. A 2017-es zenei programsorozat nemzetközi lett, hiszen magyar, szlovák, osztrák művészek adnak koncertet Dunaszerdahelyen. A rendezvény a komoly zene népszerűsítése mellett inspirációt ad a művészeti alapiskola növendékeinek is. Ez ugyanúgy hozzátartozik ugye az oktató-nevelő munkához, ami elsődleges feladatunk, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a művészekkel, a komoly és klasszikus zenétől kezdődően egészen a jazz zenéig és a világzenéig, most mindenféle megtalálható ebben a repertoárban. Látják élőben fellépni ezeket a művészeket, azt hiszem ez nagyon inspiráló lehet, és mindenképpen nagyon hasznos a számukra. És hogyha kimondottan még olyan koncert is belekerül a műsorba, ahol a tanárok szerepelnek, és még együtt is szerepelnek akár a diákokkal, azt hiszem az meg igazából a leginspirálóbb lehet a számukra. A budapesti Ad Libitum Kamara Együttes 5 évvel ezelőtt már bemutatkozott a Zenei Napokon. Fúvós ötösként alakultak, majd a felállás megváltozott. Gyakran egy műsor keretében a kvintettet, kvartett vagy trió váltja, hogy változatosságot kínáljanak a közönségnek. Repertoárjukban a magyar szerzők mellett sok szlovák és cseh szerző műve is szerepel, mert gyakran fellépnek Szlovákiában és Csehországban is. A kamarazene egy igen érdekes műfaj, mert ha egy laikus embert kérdeznek a zenéről, mindenkinek elsősorban a szimfóniák és a komoly zene és egy nagy zenekar jut eszébe, de a kamarazene ez egy önálló műfaj, amit nehéz csinálni, mert kisebb létszámban lépnek fel az előadók, és emiatt sokkal nagyobb teher és feladat hárul mindenkire, minden egyes tagra. Főleg magyar vonatkozású darabokat hoztunk, illetve hoztunk kortárs, magyar nemzetiségű szerzők darabjait, például ilyen Bernát Lubos, aki egy Besenyő melletti faluban született, ez Érsekújvár mellett található, és neki több művét is előadjuk, premierek ezek a darabok, amelyeket a mi kis csapatunknak írt. Ezen kívül hoztunk szerzőket, akiknek nagy és fontos jubileumi évfordulói vannak, úgyhogy próbálunk nagyon vegyes műsor előállni, hogy a közönséget azért szórakoztassuk.